Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselőtestület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, és javaslatokkal élhetnek. A közmeghallgatás egy speciális lakossági fórumnak tekinthető, amelyen kétirányú fórum jöhet létre a lakosság, a településen működő szervezetek és a helyi döntéshozók között. Dunaharaszti város önkormányzata ezen törvényi kötelezettségének minden évben eleget tesz. Idén dr. Szalai László polgármester és a képviselőtestület az évi rendes közmeghallgatást 2022. február 16-án, szerdán 18 órakor tartja a József Attila Művelődési Ház nagy termében. A felvetett témáknak közügyeknek kell lenniük, amelyben a helyi önkormányzatoknak van hatásköre dönteni, ezért a kormány vagy az országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek megválaszolása nem lehetséges. A felvetett témáknak közérdekűnek kell lenniük, azonban ezt tágan kell érteni, nem szükséges, hogy az egész lakosságot érintse. Ha a kérdés, javaslat csupán a lakosok egy részére vonatkozik, akkor is helye van a felszólalásnak. Egyedi hatósági ügyek megtárgyalására azonban nincs lehetőség. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. A járványügyi intézkedések értelmében a rendezvényen a maszkviselés kötelező. Akik nem tudnak részt venni személyesen a közmeghallgatáson, azok online élőben figyelemmel követhetik azt, hiszen a Kis Duna TV YouTube csatornáján közvetíti az eseményt.